Áldott karácsonyi ünneplést kívánok mindenkinek! Egy régi-régi proféciát szeretnék felolvasni Mikéás profétának a könyvéből. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Ez az az ige, amit az evangéliumok újra és újra ismételnek és fölidéznek az Úr Jézus születése kapcsán. Ez az az ige, amit követnek a bölcsek, amikor keresik a kis Jézust, és meg is találják. Ez az az ige, aminek az útmutatására, és aminek a beteljesülésére az Úr Jézus Betlehembe születik meg emberként. Nagyon kedves ez az én számomra, mert rámutat arra, hogy bár Jézus először emberként Betlehembe jelent meg, ez a történelmi tény, de van egy kicsi megjegyzés már ebben a régi-régi proféciában, ami sokkal nagyobb távlatokat mutat a mi Urunk származásáról. Vagyis, hogy származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Ez is jelzi azt, hogy Jézus nem egy egyszerű ember. Ő az Isten fia, ő az, aki teremtette ezt az egész világot, ahogy pálapostól írja a Kolosséjakhoz írt levélben. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ez a hatalmas Istenről, Jézus Krisztusról szóló leírás, aki csak a történelmi szempontból született gyermekként, de ő mindig is ennek a világnak uralkodó fejedelme volt, ennek a világnak a teremtője és ura, és mi is így szoktuk őt hívni, hogy Úr Jézus Krisztus. És az ő földi megjelenése, az ő születése egy egészen jelentéktelennek tűnő kis városban történt. Betlehembe, a fővároshoz viszonylag közel, de csupán történelmi jelentőséggel bírt. Ebből a városból származott a nagy király Dávid, de amikor ott élt Betlehemben, akkor még kisfiú gyermekként, pásztorként élte az ő életét. És először neki szól, Dávidnak szól a profécia, hogy tőle fog majd származni a világ megváltója, a nagy király, aki örökké fog majd uralkodni. És milyen különös és szép tervez az Istennek hogy mind a kicsiny Dávidból, mind a kicsiny Jézusból nagy uralkodó lesz, és mindketten a földi életüket Betlehem városába kezdik meg. Ami, mint mondtam, igazából egy jelentéktelen kisváros volt, de mégis történelmi léptékben óriási jelentőséggel bírt. És szeretném ezt a kis gondolatot erre az idei ünnepre, és a mi kis városunkba küldeni megerősítésként, hogy ahogy Betlehemről írja, hogy bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőle származik az, aki uralkodni fog. És szeretném most mindannyiunknak ezt a kis megerősítést üzenni. Bár kiskörösnek még a nevében is ott van, hogy kicsiny város, és talán sokak számára jelentéktelennek tűnik, de ha hittel bízunk a mi Urunk Jézus Krisztusba, akkor egyáltalán nem lesz jelentéktelen. Bár a legkisebbnek számít sok tekintetben, de köztünk is megjelenhet a mi Urunk, Jézus Krisztus, aki uralkodhat közöttünk, és ha hiszünk benne, ha készen várjuk Őt, akkor meg is fog jelenni az ő kegyelmével, az ő örömével és az ő szeretetével az idei karácsonyon is.